Hallod? Odaadjátok a Orbán Viktor, akkor jó van. Behozták oda minden. Igen, elvállították, úgyhogy sajt maga teljesen nem tartozkodik. Hogy azért, úgy hallottam, hogy azért vitték be, mert most már lehettem ezt a bélyet. Hát azt én nem tudom, miért vitték be. És meg tudja mondani? Nem tudom, mert most mondtam, hogy nem tudom. Nezennel a sürgősgyűlést lezárom, befejezetnek meg. Igen, tudok még segíteni. Fölkérni a BRF-re, sajtóztáját, jöttünk a tájékoztatásra. Jó? Aki szeretne, mondja haza, aki szeretne valaki, ez már nem az én felelősségem. Ez van. Szeretnék jelenteni. Úgyhogy köszönöm, akik velem tartottak, akik velünk tartottak. Ezt az esemény volt, hogy hivatalos egy bezárom, köszönöm a legyen. Ez a vajon közlekedhet. Önök is akad eljövő lehet, hogy kérem, hogy ezt a vajon. Szabálni. Veronika? Nem, én ugyanígy üldögéltem a Lánchídon, mikor elrángattak és elvittem. Állítólag a maga parancsára. Az is előfordul. Nem szép dolog volt. Az alkotmányos jogunkkal értünk egy spontán tüntetés résztvevői voltunk, és a rendőrség megakadályozta. A rendőrség sorozatosan törvénysértve jár a békés gyülekezési gyermek hatályolással tudor ezzel én észrevenni. Na végre Árpi, hogy tudtad elérni, hogy veled jogszerűen? Árpi, mit mondott az alezredes úr, hogy veled jogszerűen intézkedtek, hogy végül is ott maradhattál? Zavarom az ajtót, épp akkor jött ki egy kollégája, úgyhogy ez azért egy kicsit megölt azonnal. Úgyhogy nem volt nagyon más mondani valója. Bár mondjuk a hídon is 2021-ről beszéltek, amikor spontán demonstráció volt. És akkor miért áll itt ez a sok rendőr? Akkor én is odaülhetek mellé? Szerintem te is ideülhetsz. De nézzek engem, nem meg, beengednének? Most mondta az alezredes úr, hogy jogszerűen tartózkodik ott az Árpi. Engedjél be a Szabó úrra, vagy jöjjön be! A jogszerűen tartózkodik ott, most mondta az alezredes úr. Na, képviselőjük, ez egy lezárt terület, most ez lezárt. Most lezárt. Most lezárt. Most lezárt. Most lezárt. Hát írtak azok az a Azt mondták. Igen, csak az a baj, hogy rendszeresen azt csinálják, hogy jogszerűtlen intézkedéseket hajtanak végre azért, hogy a teljesen jogosan tüntető tömeget feloszlassák. És amik miután már feloszlatták a tömeget... Viszont azt tudom, hogy a nem jogszerű rendőri intézkedéssel szembeni ellenállás az nem semmilyen bűncselekmény szabálysértés. És azt tudja, hogy önöknek sem szabadna jogszerűen lejjebb. De nekem az a vélemény, hogy az jogszerűen. Ez egy eléggé megalapozott vélemény, ismerjük a jogszabályokat.
mondjátok ide a... A kaborga, mint a föld. Jaj! Van Ábikám, mi a baj? Szimbolikus kép. Arrítetes, ugye? Jön a nagy földök, jön! Nagyon kedvesek, hogy vigyáznak az egészségemben. Ki jött? A nagy földök, ki? Tényleg? Ügyeletes kis. Mondta? Ügyeletes kis. Igen? És miért lett hirtelen lezárva ez a terület? Mi is lezárva, itt vagyok be. Nem engednek be. Le van zárva. Akkor le van zárva. Nem engednek be hozzá. Én meg itt vagyok benne, akkor nincs lezárva. De minket meg nem engednek be erre hivatkozásra. Akkor le van zárva. Akkor gyanús, nem? Ja. Milyen lezárt terület, ahol egyeseket beengednek, ketteseket? Ő VIP. Meg. Ő megteheti, látod? Jó. Esélyegyenlőségi hivatalhoz fogok fordulni. Már megint kivételezések vannak, látod? Magas Ányinak jár minden nap. Jó. Jó ellátásban részesítés. Mint én fogyatékosan mit kaphatunk? Azok mit? Semmit, mi? Nem vihetnek be a fogdába. Nem vihetnek be. Nem jól tudom? Nem tudom? Mert miért? Apám máshogyan mondta. Meg a nővérem. Rocsaj, mondom, akinek nem lenne világos. Azért, mert a gyors reagálású demonstrációt lezárták, attól még az emberek, akik itt maradtak, én azt gondolom, hogy teljesen jogszerűen demonstrálnak spontán módon. Így igaz? Így van! Miért azt mondták, hogy nem jogszerű? Nem mondták, csak szóltam arra az esetre, hogyha megpróbálnának oszlatni. Mindenki tudja, hogy mi van. Jócsikám, elmész, apa? Miért? Megrágok. Hát nehogy meg ne nyom már, hihet. Beszalakok is sokáig. Azt hittem, ma eltűntél. Nem láttalak hirtelen. Elfordulok egy percre, azt el is tűz. Jó van. Eladtok egy EU zászlót, akkor engedtem is. Sehol semmi. Szerintem miért állok itt már a kezemet nem érzem. Jó napot kívánok! Vigyázz ajtó! Hát ha nem zavar, hogy nagyon gyenge és ilyen kis... Nem, nem jó neki. Hát én tényleg valami nem tudok. Nem tudok elteni. Hát megoldottam, ezt is megoldottad, látod? Kifüggesszük meg így? Na jó, van, akkor most mi van? Nem akarok, Én az uniós ügyészségért is tüntetek. Mondja el,
eljön az idő, amikor a Polt Péter pártlakály főügyész le fogja váltani. Én meg azért, hogy engem meg sose. Ugye? Hogy ez nagyon diszkriminatív. Az jó, már alig várom, hogy lássam. Kiejtettem a Nikon előkést, már pár itt életem. Az tök jó. Azért csak legyen. Mi újság, Árpi? Mit közöltek veled? Nem, azt tájékoztatott a víztúr, hogy ezen az épületen van EU zászló, és azért szerintem fölösleget sem engedem. Tényleg. Na, legalább ezen van. Akkor megyünk vissza a parlamenthez? Megvárjuk a Nikót. Az az első. Miért, te nagyon nagy és itt van? Hát megint nem hoztam a világot, basszus. Én már ma találkoztam egyszer vele. Most jön az unalmas rész megint. Éppen mondom a... Körbe vagyok zárva rendőrökkel. Ismerős. Annyira biztonságban érzem magam. Nyugodtságban vagyok. De nem tartom ezt a most arra gondolkoztam, hogy ezzel még is segítettem a rendőrségen. Mert hogy legközelebb tudják, hogy mire kell jobban figyelni. Igen. Nem tudom, te mindig olyan gyorsan becsúszol közéjük egyébként. Figyelj, szeretek én rendőrsorfalba meg mögötte üldögélni, az jó. Tudod, ember úgy biztonságban érzi magát. Igen. Megtaláltam a helyét. Figyelj, mert leveszik, utána megint nem kapod vissza. Hát akkor majd megint kártérítési pert indít, hogy most ilyen, tényleg azt is be kéne adja. Pont úgy nézték itt a tiltott ajtón át, mintha belülnek fogolni. Már nyitják neked az ajtót. Figyelj, írj egy bejelentést, egy jó szolgálásuk, és mindezel a
Előbb azt csinálta itt a srác. Aha. Megírta, bemett vele. És nálam papír. Kötelesek írásba foglalni, hogy elmondott szóval. Igen? Nem kellett papír. Ja, tényleg, ez jó ötlet. Bármelyik rendőrkapitányság olyan rendőr, Azon gondolkozom, hogy mi lenne akkor, hogyha mindenki bemenne rendezvényt lejelentve. Egy gyors reagálásot. Egyenként engedjék be. Viszont másodiknak azt mondom, hát de mindenki különböző rendezvényeket jelentem be. Mindenhova is. Mikorra várhatunk, Gábor? Tüntetések vannak a városban, tudod, lassabb a forgalom. Ja, igen. Ez a buzi liberális csűrhe akadályozza a forgalom. Ja, igen, azok. Na jó, de a Gyuri nem volt a lóvéban, most az én ilyen itt ez van, már megint. Tényleg megvan, azért fogom bejelenteni a gyorsreagálási tüntetést, hogy a Gyuri nem hozta a lóvét. Igen. Igen. És ők se kapnak pénzt érte. Megkapják. Megkapják a túlóra pénzt? Nem fogok fenerálni a társadalmat. Nem? Nem. Szerintem ez egy közülnökű információ. Tudja, hogy a közfeladatot ellátó szerv vagy személynek a lehető legrövidebb időn belül megfelelő módon válaszolnia kell a közérdekű adatkérésekre. És ez egy közérdekű adatkérés volt. Nem gondolom, hogy nekem erre válaszolni kell, ezt nem tudja rossz. Idéztem a közérdekű adatok nyilvánosságáról szólt szó szerint. Nem fog erre a teljesztésre nyilvánvalóan. Miért nyilvánvalóan? Elnézést. Ön egy közfeladatot ellátó szerv vagy személy. Igaz? Nem. Én egy de. Itt áll, egy közfeladatot lát el. Én öntől kérdeztem egy olyan közérdekű adatot, amelynek birtokában van. Nem teljesen mindegy, ez a törvény. Uram, ez a törvény. Úgyhogy nem is fogok. És mi alapján van az, hogy ön nem adhat nekem tájékoztatást? Milyen szabály alapján? Mert én azt gondolom, hogy nem egy törvény alapján, hanem valami a rendőrségnek valami belső szabályozása alapján, és nem tudom, hogy tisztában van-e a törvényi hierarchiával, ez úgy néz ki, hogy a törvények legtetején áll az alkotmány, onnan jönnek a törvények, utána a rendeletek, és utána jönnek a mindenféle belső szabályozások, és a magasabb szintű jogszabály, az felülírja az alacsonyabb szintű jogszabályt. Ebből következően önnek, hogyha kérdezem, válaszolnia kell. Köszönöm szépen a tájékoztást, nem válaszolom. Akkor tudom, hogy... Szia! Adj egy puszit! Igen, jaj, szegények. Aha. Jó, akkor szeretnék kérni egy nevetési elvészámot. Itt van rajta, mint van. Azt mondja, hogy 26663 Kós László. Adsz egy puszit, Nikó! Hát megkérjük őket, hogy kicsit álljanak arrébb. Köszönöm. De hogy csak itt van? Majd te bejössz, nem? Az annyi, hogy bejössz. Hazaugrottam, hallottam, hogy tűnt irány, aztán hazajöttem. És te hogy tudtál bemenni a rendőrök közt? Téged még beengedtem? Volt egy kis rés. Szóval mit kell csinálni? Átjöttem a túloldalra. Vagy át a sötét oldalra. Mi kéne találni valaminek ezt unalmasra válni. Menjünk haza aludni. Én ma már levizsgáztam. A rendőrök is levizsgáztak előttem. Nem akarok tudni.
egyháztörténeti proszeminárium. Megfele? Lepárasszál minket itten. Kimondani alig tudtam az első időszakban ezt a szót. Proszeminárium. Köszi szépen!